Szép jó napot mindenkinek! Vagyis majd ezt eljön a... Vigyem. De ahogy nem viszem én ezt. Szerbusz, Kovi, hello, hello, üdvözlet. Szép jó napot mindenkinek, és üdvözlök minden kedves VOD nézőt is majd, mert azt is el lehet mondani, hogy YouTube-on azért egyre-egyre többen vagyunk azért egy-egy ilyen mezőgazdasági live-nak a vodján, ilyen 800, 1100, 1200 megtekintés, azért már az 1000 fölött vagyunk, az az nagyon ritka, de azért a legutóbbi most 371 van, a 367. például ez 1100 fölött van, most fönt van, azt hiszem, jelen dátum szerint másfél hete igazából a videó, vagy talán kettő. De lényeg az, hogy az is egyre-egyre több. Az az igazság, úgyhogy nagyon-nagyon fasza. Most már csak beköszönni tudok, megyek dolgozni mindjárt. Na, hát kitartás neked akkor, Kovi, így. Innen neked kitartást és jó munkát. Én is kigyüttem, mondom, kipróbálom, tudom egy csinálni. Milyen lesz, hogy lesz, mint? Most hát eléggé jól bírom. Mert tavasszal nagyon összetaposom a földet. Igazából most meg, hogyha egy kicsit izé van még, hogyha meg is föl is tarajosodik egy kicsit a föld, azért a fagy megszívja meg az időt, ott visszanyomja. Mög tavasszal, amit mög taposok főd, az olyan kemény lesz, hogy azért elég nehezen szeret kikelni benne a növény. Így most még föl tudja szívni a fagy igazából. Most még jó. Hát meg tudod, a fagyon kemény a föld, és akkor nehez nem úgy tapossa meg a föld se, vagy a traktor se a talajt. Úgyhogy igazából ennyi. Á, vagyok már földből, szélből.
meg azért tavasszal ez ám eléggé ragadna. Pont a izébe vagyok benne. Nem. Oda ki. Nem mennie, és oda. Ok. Szia, nem tudom. Minusz egyet mért a... Hát izé úgymond az időjárás, amit írt. De mindjárt ránézek. Minusz 2-t ír igazából. Minusz 9-ig mondja. Szia Cigi! Halló, halló! Más is dolgozik itt erre. Mi újság, chat? Hogy vagytok? Mint vagytok? Én az igazság nem nagyon sokat tudok mesélni. Annyit tudok, hogy tegnap olyan fél három felé feküdtem aludni nagy nehezen. Nagy nehezen, gondolhatjátok, hogy mennyire nagy nehezen. A 9 órakor keltem, gyűjt értem fater. Azóta belózok. Tényleg, végül megcsináltam a szomszédnak, tudjátok, azt a kicsi részt, amit telefonáltam, amit ott hagytam, ezt megcsináltam, de hát bent ültek mellettem, úgyhogy azt nem is live-oltam. Aztán meg izé van, segítettem faternak kötetni, meg minden. Azt felakasztottuk bátyámmal délután a tárcsát, nézzük, bazd meg, tudtuk, hogy el van tőle, ó, azt is, akkor nézzük, hogy akkor csináljuk, meg hogy csináljuk, mint csináljuk. 3 óra volt, amikor neki kezdtük gyors megcsinálni. Anó, akkor csináljuk. Megcsináltuk. Mondom, látom 4 óra. Hát jó van, én már mondom, nem megyek hazafele, mondom, hogy kicsit várok még, aztán lebukik a nap horizontnál, aztán gyűlök is izé van. Kifele aztán lehet, hogy éjfél 1 óra fele már tudok hazafele menni. Nem fagyos? Nem.
egyébként eléggé, hát kemény egy kicsit, de olyan majdnem, mint hogyha nyáron a kemény fűt. Egy picikét. Pasó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 20. hónapodat. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm, hogy 20. hónapja is csordatag vagy. Nagyon szépen köszönöm. Mi újság, hogy vagyol? És nem tudom, hogy miért nincs még mindig értesítési hang. Pedig most is megcsináltam mindent azt, amit megszoktam, hogy legyen. Egyszerűen valamiért nincsen most. Na, örülök, örülök. Annak akkor örülök, hogy minden jó. Hogy nem tudom, hogy miért nincs még továbbra se értesítő hang. Hát ez nem sok akkor, srácok. Szervusz, Kon! Konix! Hát...
Még mindig, még majdnem álmomban is azt csinálom. Ja, mondom, mi a picsáért nem fordul ez már ráfele? Azért, mert belenyúltam. Már mi? Hogy beleállodok? Nem is komolyan gondoltam. Egyébként, amit máma csináltam még délelőtt, amit még befejeztem, amit be kellett fejezni, az egyébként az már ottan ki volt fagyva a Gruber, mert nem bírtam már, nem, hogy mondjam, eléggé nagy táblákat szaggatott föl, meg minden. És azt úgy csináltam meg az egészet, az két sarjával kellett megcsinálni, tényleg ilyen kis félhektáros parcella volt. Mi nagyon lassé, annyi sé, de megfogtam, kicsit ledöttem érintőleg, még picit eresztettem rajta, azt főszaggattam. Igazából az volt az egészen a legnagyobb baj, ha beleeresztettem tőig, inkább elkapart a traktor, mint hogy bírta volna húzni. Azzal volt inkább úgy a probléma. Szia Bazsi! Szia Antilop! Hello, hello! Mi újság? Hát nem sokat tudok igazából, nem sokat tudok. Melózok éppen, mint látjátok, de amúgy olyan túl sok nagy különlegességet nem tudok mondani, mert annyira nem történik velem semmi, hogy az igazából ennyi. Hétköznapaim, a családommal töltöm, igazából ennyi. Nőzzek, hogy van családom. Hát mindenkinek van családja egyébként. Mármint hogy ért vagy megbaszódni? Cigi, mire gondolsz? Szétvetett, és meg se lehetne mondani, hogy az. Szia Vojta 10! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom neked is nagyon-nagyon boldog új évet. Kívánok! Ez egész sok idő? Mármint mi a antilop? Év második napján már elszakadt a lánc a láncszűrészen, év és a fejem mellett ment el. Ilyenekre gondolok. Van a, akinél már hamar indul a szivatási. Át, te bazd meg. Még jó, hogy nem lőtt nagyobb gond.
bazeg. Az egyébként itt fogom mindjárt kiderülni, mert itt egy rohadt nagy szíkfot, most kiderül, hogy most megfagyott annyira, hogy a traktor elbírja, vagy beszakadok alatta. Nem olyan durva, nem olyan vészes egyébként, de hát de, áll a víz. Áll. Vizes. Hát. Azért éppen. Még egyszer nem kéne elmenni. Hát szinte ez már majdnem, hogy nem mondhatnám, hogy ki van fagyva a tárcsa, mert annyira magsé dobálta. Szervusz Bence, hello! Ja, a szántás az sok idő? Hát az sok idő volt aránylag, hát most ez a szántás elmunkálás, ez nem sok. Mert most nem szántok egyébként, most a szántást húzom el. Majd az MTZ kihúzza. Ja! Egy olyan 20-25 méteres drótkötéllel azt esetleg. Egyébként lehet, hogy ki tudna húzni, mert csak pont egy annyit kéne neki adni, ahogy izé van. Éves jogsi kell. Hát autójogosítvány kell minimálisan, hogy legyen neked. Akkor tudsz piros rendszámos traktort vezetni, ilyen mezőgazdasági vontatóhoz, meg ez egy T kategóriás jogsi. Amúgy úgy tudom, hogy 17 évesen már letöltöd. De hogy hány éves jogosítványnak különnöd, hát nem tudom, ez nem olyan, mint a motor, hogy a korlátlant le tud tödni, hogy mög van a 125 köbcenti, aztán két évre ráleteheted a korlátlant, ez nem tudom, hogy ez így működik-e még. Bizú cset, meséljetek! Jogosítvány az általában mindegyikhez pénz kell. Nem igazán vágják hozzá az emberekhez a dolgokat.
Mármint ez hogy érted, Cigi, hogy kevesen vagyunk? Szia, Vito! Ja, hát... Ja. Hát például én indultam, mint mezőgazdaság gépész és szerelő, már ott is úgymond nem volt az, aki... Hát, mi voltunk az utolsó tanfolyam akkor. Egy pill. Úgy is hallottok mindent. Mondja! Hát, jó. Mint egy tárcsázás. Aha. Meg lehet egy assi. Szépen átizéli, dolgozza. Úgyhogy... Nem, hát itt a felső felébe tudom, egyszer húzgáltam a rónásokat, még az etorral, akkor izé van, ottan egy csíkba hagyott ott itt a Siegfriedba, hagyott egy pici nyomat, de hát nem megyek vissza még egyszer meghúzni, mert lehet, hogy ott maradok. Az... Mi? Hát... Annyira nem, mert még el tudja dolgozni még a fagy igazából. Igazából azt annyi. Jaj, megyek én attól függetlenül. Annyi, hogy akkor a 2 hektáros, nem tudom, a sóshalmat, azt elhúzom. Igazából. Ha halad, hát már forgózok a 6 hektárosnak. Most annyi. Na persze, tudom. De... Hát meg a... Varsányi féle. Azt is az... Szerintem addigra kifagy a tárcsa. Így is kemény. Hát jó, persze, azért mondom, hogy szerintem addigra meg kifagy a... Eléggé kem. Lehet, hogy én félre végzek, papa. Hát még csak 5 óra. Lehet 8 órára végzek, most... Magódom. El, nem mondom, hogy nem. Jó van. Hát jó, de 5.41. Puszika, hello.
Na vagyok, srácok. Steiner, Günther Steiner, hoppá! Hoppá, hoppá, lehet egy kérdésem? Bence, persze, hogy lehet. De már akkor volt a kép, akkor kettő, mert már itt mög volt. Mikor a GoPro-ról streamelsz, OBS-t vagy valami más alkalmazást használsz mellé? Nem, amikor a GoPro-ról streamelök, most
például csak GoPro-n köröztő streamelet. De például amikor nyáron, amikor tudom jutolni magamat, akkor egy külső alkalmazást, amit sajnos nem mondok el csak úgy, mert azért nem volt könnyű erre rátalálni, egyébként egy külső weboldal, amit bárki tud használni, csak elő kell fizetni, havi szinten, és már tud is menni a stream. Miért tárcsázod le? Mert most, nem tudom, igazából megnézzük, hogy most milyen lesz így, meg simább lesz így a terület, tavasszal még csak meg kell boronálni, nem kell kétszer rámenni, igazából annyi. Ugyan nincs mit. Igazából tényleg azért csináljuk, mert hogy a eztet így, mert így egyenletesebb lesz majd a tavasszal a talaj, meg addigra már meg lesz, nem kell még egyszer átjárni mindent, csak azért. Igazából. Hát meg itt a szántásnak az egyenletlenségét kiegyengetjük, kisímítjuk, tavasszal csinálnánk, akkor meg izé lenne. Nagyon tavasszal tárcsázni nem szabad. Egyébként főleg szántás, mert az kiszárítja. De így még van ideje, még a talajnak még izé van. Fölfagyni meg minden. Jó, de hát annak a talajnak is olyannak kell lennie, mert például ide nincs magában, meg olyanekénk nincs is. Bár mondjuk én nem tudom, hogy tényleg az ide jó lenne, de olyanú nincs. Igazából, hogyha jövőre jól lesz minden, akkor nem igazán akarok mi szántani semmit. Most az a pakker, az a, amit a eke után mindig akasztasz a szúzó, gondolom.
Hát azt elhiszem. De amit nem tudom, aztán befejeztem én, hogy igazából, hogyha jövőre minden jól megy, akkor jövőre nem nagyon akarom, sőt, bocsánat, idén nem is nagyon akarunk mi szántani. Azért vettük a tigrinyót, hogy azzal mög legyen csinálva minden. De a mélylazítót se akarjuk nagyon használni. Ott lesz a Gruber 30 centire az ilyen tavaszi kultúrának, az őszinek meg a 20 centi. Csak akkor föltöztük a szárnyakat, aztán ennyi. Ezt akarjuk csinálni. Néztem egy-két, most itt voltunk egy-két táblát, megnéztük a Grubernak. Kibaszott jó munkája volt. Meg jól néz ki. Simán el, mert tám vönnétek Bence, vagy mi. Volt, hát puszáj volt, sajnos eladni,
Muszáj volt eladnunk, basszus, mert az az igazság, hogy nem nagyon bírtuk már húzni alazt, hanem mink is akartuk volna várni. Tudtam én egyébként, hogy ez lesz, mert mondták, hogy nagyon-nagyon özé van lent az ára a búzának, meg hogy majd mondták is, hogy folyamatosan lefele fog menni, aztán most fuf. Nagyon erőltették, hogy adjuk elfele. De tudtam, hogy ezé van. Föl fog menni. Úgy is lett. Hát a 9-es nem annyira, a 10-es azért az inkább. Hápó, nagyon, de nagyon szépen köszönöm a 32. hónapot. Nem sok, aztán már itt a 3 év nálad. Durva, hogy eltelt ez az idő. Igazából így kicsit belegondoltam amelyik nap itt a dolgokba, és de nem tudnám fősorolni, hogy mi merre, meddig. Annyi minden történt. De Hápi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, feliratkozást, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy 32. hónapja is csordatag vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És igen, ahogy mondod, ez gombócból is baromi sok, nemhogy még szubbul, úgyhogy hú. Még egyszer ennyit szerintem. Suler, nagyon-nagyon szépen köszönöm a Prime-os feliratkozást. Köszönöm szépen, hogy 5. hónapja is csordatag vagy te is. Szia Dantes, jó munkát, nagyon, de nagyon szépen köszönöm. És nem értem, hogy miért nincs még mindig hang. Nagyon szépen köszönöm, hogy te is picsába Szuler, hogy te is, hogy 5 hónapja már itt vagy és csordag vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is, és egyébként mindenkinek is.
Nem az, hogy oda, persze oda se neki, de egyszerűen engem hát zavar, hogy hogy nem hallom, pedig már mindent bekapcsoltam, mint amit eddig szoktam. Nem szó szerint úgy értettem. Na. Szervusz Bence, szép estét! Eléggé komoly dicidecivót ott, azt az, arra értettem. Mindenkinek sziasztok srácok, csak éppen most valami van, mert ez ennyire nem hangoskodott ez a tárcsa. És nem tudom, hogy mi a gond. Mindjárt felemelem a forgóba. Direkt a forgót egyébként körbejártam ott a tárcsa, vagy a szétvettetéseket. Nélkül jön azon még át, de csak nem még ráad a SU pluszba. Mindjárt nézzük, hogy látunk-e valamit. Sok van még a melóból. Igazából nem volna sok. Ez volna ez egy 3 hektáros, el kéne mennem egy 5 hektáros háromszögre, meg egy 6 hektáros, az kész. Igazából, hát amit szántottunk, azokat akarom megcsinálni. Igazából az a probléma lehet, hogy kezd egyre keményebb lődni a főd. Thank you.
Pater azt mondta, hogy hagyjam rá. Hát ezt az a baj nem nagyon lehet, mert aztán túlfagy. Aha. Tört a tárcsalap. Aj, Isten, bassz meg. Pont elég jó, úgyhogy egyedül ezt geci nehéz megcsinálni. Gyors telefonálok egy pillanat. Nem is az még a izét is begörbítette. Tárcsacsapágy. Miért tárcsacsapágy? Azt néztem. De eltölt egy lap. Most kigyűjtsd megcsinálni, vagy hagyjam a falandra. Nincs is lap az meg. Szerintem van. Első, belső fele. Hát azért nem puha, az biztos, elég kemény. De hát ez nem fog engem. Hát meg azt mondja, hogy izé van, csináljam meg ezt a hármat, azt menjek hazafele. Azt ma a hónap, hát mondtam is nekem, mondom, ezt vagy mámlok. Nem, körözbe. Végig teljesen át van törve. Nincs, de főfog úgyis. Hát ezt tovább használom. Hát tudom, az új tengely. Főleg. Hogy oda tettük az újat? Nem, máskor. Én is tudom. Nem. Mindjárt följön. Cső. Isten. Na, még ide kint vagy? Tudjon már eltört egy lap. Mi legyen, ráadjam? Föl, hát nem, ha nem is most két kör múlva föl. Ha most nem, de két kör múlva föl fog. Körözbe áttört az egészet. Na mindig, akkor ez van, nem tudok mit csinálnám. Mondtad is, hogy menjek. Ha menjek haza hamarabb. Tehát olyan kemény baznak, hogy ez nagyon ez is. Hát egy kicsit lehet, hogy kemény. Már a szétvetetéseket húztam be először. Na cső.
Hát 1 óra 5 perc jutott ebből a fantasztikus live-ból. Hát ne haragudjatok, de ez már így ennyi. Mert ezt így folytatni nem fogunk tudni. Szuler, sok van még a melóból? Nem, már ennyi. Majd Discordot teszek fel képet, hogy mi is, hogy is. De ez is sajnos már ennyi lett. Eltört egy tárcsalap, azt nincs is tartalékom. Bencsé. Meg nincs, aki segítsen megcsinálni, de ha jó lehet, hogy ha volna, mivel lönne, na, ha lönne, mivel megcsinálni, akkor lönne segítség, de mivel nincs mit megcsinálni, így nincs pót tartaléklap. Az, hogy most az új tengelyt meg szétcsesszem, azt mondom, nem akarom. Á, Isten. Hát kemény egyébként, ezt tegnap este körülött volna csinálni, csak tegnap este más csináltam. Sajnos kemény a föld. Úgyhogy ennyi. Hát nem nagy baj igazából, mert gyors megcsinálható, hadcsavart le kell szedni, fő kell emelni, az összes lapot ki kell fűzni, akkor az összes lapot kifűztel, mert az utolsó lapám, nem is ám a legszélső, hogy megfogod, lecsavarod, aztán lövösszed, az visszatösszed, az visszahajtod, nem, a legbelső. Tuti. Mert még azt sem lehetne mondani, hogy azért van, levágom, de hát... Ez van. Srácok, kemény a főd, túl fagyott. Én ezt akartam végre fagyjon, de tudtam egyébként, mert tudtam, hogy egyébként, ha folyamatosan fagy, gyorsan meg fagy, ez van. Majd lehet, hogy hónap veszünk lapot, és akkor van hónap kigyűjünk estére. De én most mentem. Srácok, átmegyünk Damaszkinhoz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnos ez már ennyi lett. Még egy tárcsa összecsukást még megmutatok aztán. Úgy van. Srácok, Padám, ez mindig megmondja a frankot. Kemény a föld, kemény az élet. Pucoló is elgörbült. Minden. Ha mondjuk a pucoló azért görbült el, mert gondolom, hogy a lap kinyílt, az bement a kettő közé, aztán nyikric lett neki. Na. Gyikrit. Az is kemény. Ennél rosszabb már nem lehet. Hát azért. Mökköt csinálni, csak azt annyi. Na de srácok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hát nem tudom így, mikor lesz következő mezőgazdasági live, így az idei év második mezőgazdasági live-ja. Sajnos így ilyen 1 óra 10 percesre sikerült. Sajnos igazából nem lett volna sokkal tovább, mert egy elalakot letöttem, azért 5 perc volt, úgyhogy ez van, srác, ilyen ez. Legközelebb meg majd 32 órát nyomok. Így be. De ez van, nem tudok neki mit csinálni. Úgyhogy így. Srácok,
további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A héten szerintem majd csütörtökön találkozunk majd fixen, ha csak nem, akkor jövök ki még tárcsázni, de egyelőre ennyi, ez biztos. De én most megyek, sziasztok! Átmegyünk Damaszkinhoz, átküldelek titeket Damaszkinhoz, üdvözöljétek, aki éppen jelenleg dráma farmon, oda a mentés, oda lőtt nyilván a mentése, tán csak nem, mert azért látom, hogy nyomják böcsülettel, esik a hó, de mennek éppen kukoricát aratni. Hát mondjuk a kukoricát lehet a fagyon meg hóba aratni, de úgyhogy ennyi. Na, de srácok, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönök mindent. Sziasztok! Mint mondom, csütörtökön legkésőbb üzével találkozunk Farming Simulatorral, jó? Sziasztok! Ja, még nem sziasztok, mert még a raid limit. De sziasztok, már le is ment. Hello, sziasztok!